Mindig is volt a nyári időszakban nyitott, ügyeletes óvoda Sárospatakon, és így van ez most is. A lakótelepen található Karolina óvoda és bölcsőde fogadja a gyerekeket, és biztosítja a felügyeletet. Aki nyáron óvodába jön, ez a 400 óvodásunkból egy 40 gyerek. Tehát nagyon sok gyereket érint, de mégis vannak szülők, akik nem tudják megoldani, hogy otthon tartsák. Azok a dolgozó szülők elhordják a gyerekeket óviba, hála Istennek, mert mi itt vagyunk és nyitva vagyunk. A nyár kezdetén a bölcsőde is nyitva volt, most azonban augusztusig szünetet tartanak. A bölcsőde is nyitva volt a múlt hétig, a bölcsőde ebben a hónapban, július hónapban van zárva. Bölcsisek, a 22 fős bölcsisünkből egy 10-16 gyerek mindig volt, de hát itt más a helyzet, ugyanis bölcsőbe azok járnak, ahol a szülők dolgoznak, tehát azért volt ott nagyobb a létszám. A kicsiket természetesen védik a naptól. Az árnyas fákon kívül egy helyi üzlet pályázatán naptejet is nyert az óvoda. Talán 70 flakon naptejet kaptunk, tehát ez azt jelenti, hogy bőven elég lesz egészen szeptember végéig még esetleg a gyerekeket kenni kell, tehát felkészülve esetlegesen az erősebb napsütésekre is a gyerekeket 9 óra körül kihozzuk az udvarra, és egészen délig itt vannak. Itt a betonosabb részen labdáznak, sportjátékokat játszanak, de itt a homokozó és a többi udvari játékunk. A nyári óvoda lazább, mint a nevelési év során. A reggeli gyülekező is egy órával odébb van, illetve a délelőtt is, főként a szabadtéri játékokról szól. Ebédre és pihenésre bemennek a csoportszobákba, és pihenés után, uzsonna után, 3:30 körül ismét az udvaron történik a játék és a szaladgálás és a programok, mert hát itt azért nagyon jól el vannak. Eszközökkel is, tényleg sok mindent kihozunk ide a placra, illetve a kertrészbe. A pataki óvodásokat a hét elejétől két kisebb medence is hűsíti majd a nyári melegben.